Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2015. április 10-én, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Földrajzi konferenciát tartottak Bükön. Kitüntették a csepregi iskola tanárát. Tanulmányi versenyt rendeztek a Büki iskolában. A Büki nyári rendezvénykínálatot mutatjuk be. A Büki TDM a német turistákat szeretné visszacsalogatni. Ebben az évben is meglocsolták a lányokat Bükön. A picik a húsvéti játszóházban szórakozhattak. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Bükön a Nyugat-Magyarországi Egyetem szervezésében földrajzi konferenciát szerveztek a szakembereknek. A konferencia kétnapos volt. Bükön rendszeresen szerveznek földrajzi konferenciákat. Ez a kétnapos konferencia miről szól? Most már negyedik alkalommal vagyunk itt, tehát a rendszeres az tényleg így is van, és remélem ez továbbiakban is fog tartani. Annyiba, hogy egészítsem ki, hogy nem simán földrajzi konferencia, település földrajzi, tehát alapvetően mi a településekkel foglalkozunk. Minden egyes évben valamilyen témát még ezen belül is kiszoktunk jelölni. Valamikor a nagyvárosokkal, valamikor az agglomerációkkal. Most ebben az évben, a mostani konferencián két témakör volt kijelölve, és az előadások zömében e köré csoportosultak. Az egyik a magányos települések, beleértve a tanyákat és a majorokat, valamint az apró falvak. Tehát azok a legkisebb részei a település hálózatnak, amelyek, hogy is mondjam, elég hátrányos helyzetben vannak. A másik téma az ebben a polgármester úr kérésére lett kiválasztva. Ő vetette föl, hogy mi lenne, hogyha azokat a településeket vizsgálnánk, amelyek fürdőtelepülések, legyen az falu vagy város, ahol jelentős a gyógyturizmus vagy a termálturizmus. Méghozzá nézzük meg azt, mondta ő, hogy járjuk körül, hogy vajon a gyógyturizmus milyen hatással van a települések fejlődésére, arculatára. Úgyhogy mind a két szekcióban, meg két szekciót csináltunk így, 13-13 előadás hangzott el az egyik és a másik témáról. Tegnap pedig a plenáris előadók voltak, ők általában nagyobb hírű professzorok az ország különböző részéről, a szekcióban pedig fiatal kollégák, vagy éppen doktorandusz hallgatók szoktak előadni. Mindkét szekció munkájába belekukkantottunk. Az egyik helyen épp a tanyavilágról volt szó, hogy Hódmezővásárhely környéki tanyavilágról, a másik helyen pedig pont egy Bükön is érdekes téma, a TDM szervezeteknek a működéséről volt szó. Lesz-e ennek a konferenciának olyan típusú folytatása, hogy összegzik-e az itt előadott anyagokat? Az összegzés szó talán nem jó, kiadjuk. Tehát nekünk van egy település földrajzi tanulmány című tudományos folyóiratunk, amelyet Bükváros egyébként támogatni szokott. Ezúttal is megköszönöm a nagyobb nyilvánosság előtt is a támogatásukat. Tehát ebben a tudományos folyóiratban szoktak megjelenni ezek a tanulmányok, és ezáltal országos publicitást kapnak. Úgy tudom, hogy az idén még lesz, még hogy nem, ha nem is település földre, az ide egy másik konferencia. Tudni erről valamit? Igen, valóban lesz egy. A mi egyetemünk, ugye jelen esetben Nyugat-Magyarországi Egyetem, földrajzi intézetében két tanszék van. Az egyik a miénk, mi szervezzük ezt a település földrajzit, ez a társadalom földrajz tanszék, a másik a természet földrajz tanszék, ők pedig karsztmorfológiát, tehát a karsztos hegységeknek a lepusztulási formáit szokták kutatni. Nyilván teljesen más témakör, de ők is rendszeresen itt Bükön vesznek részt. Egy-egy ilyen konferencia ad-e lehetőséget arra, hogy az előadók, illetve a hallgatók megismerkedjenek Bükk városával? Igen, mondjuk a mostani időjárásot nem kényeztetett el bennünket, de igen. Általában az szokott lenni, hogy a sokszor a hallgatóság vagy az előadók néha egy-egy nappal korábban jönnek, igénybe vesznek idegenforgalmi szálláshelyeket, sok esetben eljutnak a fürdőbe, sétálnak a városba, tehát mindenféleképpen. Ráadásul ugye az önkormányzat nagyon gálás módon a Dottó nevű
kisvonat segítségével biztosítja azt, hogy amennyiben az idő is olyan, ez most nem került, erre nem került sor, de a korábbi években igen, hogy egy kicsi városnézést csináltunk. Illetőleg tavaly elmentünk az önkormányzat mögött lévő tájházat megnéztük, amit nemrégen újított fel az önkormányzat, és ott egy ilyen bükk történetéről, a jellegzetességeiről az igazgató úr, Tóth Tamás igazgató úr tartott nekünk egy nagyon jó kis előadást. 750 éves az idén településünk, esetleg valamilyen módon a konferencián ez szóba került-e? Még nem. A zárásként majd, amikor lezárom a konferenciát, mindenféleképpen szeretnék róla szólni egy pár szó erejéig. Annyit azért elárulok, hogy készül egy monográfia, nyilván tudnak erről a bükk részére, ebben a 750 éves település apropóján, és az a szerencse, az a megtiszteltetés ért, hogy ezt a monográfiát én tudom megszerkeszteni. Remélem, hamarosan készen van, és a bükki lakosok vagy a környékbeliek nagy örömére forgatni tudják, és talán néhány érdekességre még a helybeliek is találkoznak majd. Köszönöm. Selmecinné Tolvaj Andrea, a Csepregi Általános Iskola tanára, a Nemzeti Ünnep alkalmából Vas megye önkormányzata szolgálatáért sporttagozata elismerésben részesült. Selmecinné Tolvaj Andrea, dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapokú Művészeti Iskola tanára, osztályfőnök és munkaközösségvezető. 2015. március 15-e alkalmából Selmecinné Tolvaj Andrea, Vas megye önkormányzata szolgálatáért sporttagozata kitüntetés kapott, amihez gratulálunk. Andrea, hogyan, miképp indult ez a pálya? Testnevelőként gondolom, hogy a sporttal már korán elköteleződött. Így igaz, én már általános iskolában sporttagozatos osztályba jártam, méghozzá sporttagozatos kollégiumban, egy bennlakásos iskolában, ahol minden nap testnevelés órák voltak, hajnalban edzéssel kezdtünk, nulladik órában, ezen kívül délután edzések, és a hétvégén pedig versenyek színesítették az életet. Középiskolában folytattam ezt, ott a megkezdett kézilabdát versenyszerűen folytattam a Szombathelyi Pamut Egyesületénél, utána pedig tanárképző főiskolára mentem, ahol az egyik választott szakom a testnevelés volt, a másik pedig a földrajz. Ott is versenyszerűen folytattam a kézilabdát MB2-es csapatban. Egészen addig, amíg el nem kezdtem dolgozni, akkor ez a sportkarrier abba szakadt, de az életemnek egy nagyon szép időszaka volt, amikor versenyszerűen sportolhattam. Hát egy testnevelő tanár nem szakadhat el teljesen a sporttól, hiszen a gyakorlatok egy részét be kell mutatni a gyerekeknek. Meg szokta tenni? Természetesen. Én azt gondolom, hogy mindig nagyon érdekes, amikor a tanárnéni is meg tudja csinálni, amit a gyerekektől kér, de én azt gondolom, hogy egy pedagógusnak elsősorban az a dolga, hogy ezt megtanítsa a gyerekeknek, és néha sokkal nagyobb értéke van annak, hogy az ügyes gyereket kiválasztva bemutattatjuk a gyakorlatot, vagy pont azt a kisfiút szólítjuk meg, aki kevésbé ügyes, de ezt a gyakorlatot nagyon szépen tudja megmutatni. Tehát én azt gondolom, hogy mindegyiknek helye van a testnevelés során. Egyre inkább a gyerekek elkényelmesednek, nagy a kihívás a számítógép, a videó és egyéb kapcsán. Mennyivel nehezebb ma motiválni a gyerekeket egy testnevelés órán, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt? Hát én azt gondolom, hogy ez a változás már azért évtizedek óta elkezdődött, a feladat biztos, hogy egyre nagyobb. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen az a jó személyes kapcsolat a tanár és a diák között, ami után már a gyerek szívesen megcsinálja akár a legnehezebb feladatot is, vagy akár hétvégén délután rávehetjük arra, hogy legyen szíves, menjen el futni, mert versenyre készüljünk, vagy csináljon plusz feladatokat. Természetesen nem ez az általános, ez a legügyesebb gyerekeknél sikerül elérni, de a többségénél a mi iskolánkban működik az, hogy házi bajnokságunk rendszerében szinte minden diákunk bekapcsolódik. Nálunk három sportágból is házi bajnokság rendszere működik, kézilabdából, labdarúgásból és kosárlabdázásból, és azt mondhatom, hogy évek óta szinte a valamennyi osztályból lány és fiú csapat is nevezve ezekre a bajnokságokra, és azt gondolom, ez egy jó visszajelzés, hogy talán ez a kapcsolat jól működik tanár és diák között. Felmenő rendszerbe megy a mindennapos testnevelés. Megvannak ehhez a személy, illetve tárgyi feltételek?
Én azt gondolom, hogy a személyi feltételek igen. Nagyon jó kis testnevelő kollégákkal tudunk együtt dolgozni, és nagyon jól kiegészítjük egymást, akár szakirányultságunkban, akár személyes tulajdonságainkban. A tárgyi feltételeket tekintve már nem annyira jó a helyzet. A tornatermünk felújításra szorul, a kézilabdapályánk sajnos nagyon rossz állapotban van. Nagyon sokszor az iskola auláját, lépcsőházát használjuk arra, hogy a gyerekeknek a testnevelés órákat megtartjuk, amellett, hogy legalább így is két osztály egyszerre bent van a teremben. Megoldható, de nagyon nagy feladat. Egy testnevelőtől általában azt is elvárják, hogy a versenyekre felkészítse a tehetséges tanulókat. Milyen eredmények születtek az elmúlt időszakban? Hát erre azt gondolom, minden testnevelő mindig a legbüszkébb, amikor megtalálja azt a kis ügyes diákot, akiből akár majd tehetség is lehet. Szerencsére az én életemben is volt ilyen. Országos diákolimpiai atlétikai döntőre sikerült eljutni több tanulónkkal is. Megyei diákolimpiai versenyen, szintén atlétikában, csapatban tavaly másodikak voltunk, ami nagyon nagy eredménynek gondolom a szombathelyi iskolák jobb feltételeit figyelembe véve, vagy abba belegondolva, hogy nekünk se futópályunk, semmi olyan létesítményünk nincs, ami ezt a munkát segítené. Nagyon nagy öröm, bár nem nagy eredmény, amikor kézilabdás csapataimat tudom elvinni, és valahol nem biztos, hogy győzve, de egy jó meccset lejárva, igazi jó hangulatban töltünk el egy-egy délutánt. Hát gondolom, hogy a tehetséggondozáshoz nem elég a délelőtti iskolai munka. Van arra lehetőség, hogy délután esetleg szervezett formában vagy szabadidőkeretben foglalkozzanak a gyerekekkel? Hát az iskolában a délutáni időkeretből mi is kapunk fejlesztő órákat, de mi ezeket elsősorban arra szoktuk fordítani, hogy minden gyereknek lehetőséget biztosítsunk arra, hogy sportoljon, hogy játszon. A tehetséggondozás az igazándiból a szabadidőnk terhére szoktuk elvégezni. Szerencsére megtehetjük, mert vannak olyan gyerekek, akivel tudunk foglalkozni. Hát ez az idézőjelben pedagógus betegség, hogy a saját szabad idejéből fordítanak a tehetséges gyerekekre, de úgy tudom, hogy ön a szabad idejét nem csak a tehetségekre fordítja, hanem az önképzése is, és most éppen egy nagy munkámban van. Így van, én szakvizsgára készülök, mentorpedagógus szeretnék lenni, és ehhez a szakdolgozatomat írom, ami az iskolai testneveléssel szoros összefüggésben van. Az idei tanév januárjától egy új törvényi rendelkezés értelmében egy NetFit nevű felmérést kezdünk el a gyerekekkel végezni. Ez arról szól, hogy a testnevelés órán megszerzett képességeik alapján megpróbáljuk nekik segítséget nyújtani abban, hogy melyek azok a képességeik, amelyeket fejleszteni kell, mindazért, hogy egészséges felnőttek legyenek. Tehát megváltozott a testnevelésben a szemlélet, nem a teljesítmény most a cél, természetesen egy eszköz, hanem az, hogy minél egészségesebb fiatalokat neveljünk, akik majd egészséges felnőttek legyenek, és a szakdolgozatommal is ezzel szeretnék foglalkozni. Az elmúlt időszakban nem csak a pedagógiai munkával kell foglalkozniuk, hanem pályázatokat is kell írni, készíteni, hisz nagyon sokszor ezen múlik, hogy az eszközök rendelkezésre állnak-e. Itt a Csepregi iskolában önök hogy állnak a pályázatokkal? Hát azt gondolom, hogy erőink közmétlen próbálunk bekapcsolódni minél több pályázatban. Egy nagy pályázatunk volt a támopos pályázat, ami elsősorban az oktatás minőségében hozott nagy változást. Aztán kisebb pályázatok voltak, amik a sport területére is kiterjedtek. Ennek segítségével az iskolában egy pár évvel ezelőtt bevezettük a golfoktatást. Ehhez nagyon színes új oktatóeszközöket kaptunk, és szakmai képzésen is vettünk részt. Én azt gondolom, nagyon-nagyon jó dolog ezzel színesíteni a testnevelés órát. Ezen kívül a kajak atlétikai programba is bekapcsolódtak az alsós kollégák. Mi felsősként ezeknek nagyon hálásak vagyunk, hiszen nagyon szép eszközökkel bővült a szertárunk, és az idei évben egy újabb pályázat segítségével közel 3 millió forint értékben kapunk sporteszközöket. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan óriási lehetőség, ami a csepregi iskola életében még nem volt.
van-e lehetőség a csepregi gyerekeknek arra, hogy az úszással, úszásoktatással megismerkedjenek? Szerencsére igen, ez is a törvényi változásnak köszönhető. 2 éve az iskolai keretek között meg tudjuk szervezni, hogy az alsó évfolyamon 3. évfolyamosok, a felső tagozaton pedig a 6. évfolyamosok rendszeresen úszásoktatásba vegyenek részt. Ezt az oktatást az iskolában dolgozó pedagógusok, többek között jó magam látjuk el, és egy nagyon érdekes színes feladat ennek megvalósítása. Ha ön egy nagyot álmodhatna, akkor mit álmodna az iskolájának? Hát én először is szeretnék egy jó minőségi kinti betonos pályát, aztán, hogyha bátrabban álmodok, akkor szeretnék egy 40x20 méteres szabványos kézilabdapálya méretű sportcsarnokot, és ha még tovább álmodhatok, akkor egy fedett uszodát is természetesen el tudok ide képzelni, aztán egy aerobik szobát, konditermet, a lehetőségek azt hiszem, hogy korlátlanok az álmodozás tekintetében. Hát akkor kívánom, hogy teljesüljenek az álmai, és még egyszer gratulálunk a kitüntetéséhez. Köszönöm szépen. Évente megszervezik Bükön a felsőbüki nagypál tanulmányi versenyt az alsó tagozat mind a 4 évfolyamának. A versenyre közel 200 iskolából érkeztek a gyerekek. Rengeteg gyerek és ismeretlen arc volt nemrég itt a Büki általános iskolába. Egy versenyre jöttek az alsó tagozatos gyerekek. Milyen verseny volt? Március 30-án rendeztük felsőbüki nagypál alsó tagozatos tanulmányi versenyünket, immár 23. alkalommal. Ennek a versenynek milyen állomásai vannak, milyen tantárgyakról szólnak? A verseny évfolyamonként matematika, értőolvasás és szépírás nyelvtani résszel területeken zajlik. Kik állítják össze a feladatsort? A verseny feladatsorait a büki tanítónénik állítják össze. Általában nem a tananyaghoz kötődik, hanem a logikára és a mindennapi életben való eligazodásra épülnek a feladatok, főként matematikából és nyelvtanból. Természetesen a szövegértésben irodalmi szövegek, illetve ismeretterjesztő szövegek is vannak már 3.-4. osztályban. Milyen hosszú, mennyire megterhelő ez a verseny a gyerekeknek? Hát ők már versenyzők, 1 óra áll rendelkezésre ahhoz, hogy megírják a feladatlapokat. Vannak, akik előbb végeznek, vannak, akiknek kevés ez az idő is, de nagyon elégedettek voltunk a versenyzők felkészültségével, szép eredmények születtek. Honnan érkeztek ezek a gyerekek? A Kőszegi Tankerület minden iskolája jelen volt a versenyen, és rajtuk kívül még 13 település, tehát összesen 20 település iskolája, illetve 20 iskola vett részt ezen a megmérettetésen. Hát Jágtól Rábapatyig a nem is annyira környező, hanem már szinte Szombathely környéke is itt volt, főként a kisiskolák. Hány gyerek vett részt a versenyen? 172 tanuló versenyzett a 3 kategóriában, 4 évfolyamon. Ennek a versenynek a története honnan, mikor indult? 1992-ben az akkori alsós munkaközösség határozta el, hogy egy körzeti tanulmányi versenyt indít, akkor 6-7 iskola részvételével, tényleg a környékből, és folyamatosan bővült az iskolák köre is, és a tanulók létszáma is. Közben elneveztük felsőbüki nagypálról ezt a tanulmányi versenyünket, és az ő évfordulójához kötjük általában az időpontot, amikor megrendezzük a versenyt. Mint mondotta, főleg a Kőszegi Tankerületből jöttek, de máshonnan is. Hogy történik itt? Önök hívják meg az iskolákat, vagy az iskolák jelentkeznek? Mi hívjuk az iskolákat, hát immár hagyományosan, de van, amikor újabb iskolák is megtudják más is települések iskoláitól, hogy milyen rendezvényünk van, és neveznek, jelentkeznek, érdeklődnek, hogy jöhetnek-e. Természetesen szívesen fogadjuk mindannyiukat. Hát gondolom, hogy ön is szokott felkészíteni tanulókat a versenyre. Mire kell odafigyelni ilyenkor az alsós tanítónéniknek? Hát ilyen, az alsós tanítónének mindenre. Főként arra, hogy ne izguljanak a gyerekek, ez az első, hogy olvassák el a feladatokat feltétlenül, mert abban a hibába szoktak esni, hogy ó, én ezt tudom, és akkor a B feladat esetleg kimarad. Tehát nagyon alapos felkészítést az igényel, hogy pontosan olvassa el a feladatot, pontosan értse meg, hogy mit is kell megtennie.
Ez mégiscsak egy verseny volt, és minden versenynek van egy eredménysora. Úgy tudom, hogy bár ugye tavaszi szünet van, de kidolgozták a versenynek a végeredményét, illetve kijavították a feladatlapokat. Így van, megvannak az eredmények, és nagy örömünkre, ezt el kell, hogy mondjam, nagyon örültünk annak, hogy szinte minden település iskolájából van az első három helyezett között valamelyik évfolyamon, valamelyik tantárgyból, tehát minden iskola büszkélkedhet azzal, hogy az első három helyezett között van kisdiákja. Akkor nézzük a konkrét eredményeket, akkor talán évfolyamonként, illetve tantárgyanként. Első évfolyam matematika tantárgyból első helyezett Horváth Marcell Váti tanuló, második helyezett Alapi Attila a Szombathelyi Reményik általános iskolából, harmadik helyezett Sándor Mihály Csepregből. Szövegértés első évfolyamon első helyezett Meskó Csépány Anna a Reményik általános iskola, második Takács Sára Büki, harmadik pedig Nagy Liliana Vassurányi kisiskolás. Első évfolyam szépírás nyelvtani résszel első helyezett Németh Júlia Büki, második helyezett Bakos Petra Olimpia Bői, és harmadik helyezett Szabó Petra Jáki kistanuló. Második évfolyamon matematikából első helyezett Erős Dorián Táplán Szentkereszti, második helyezett Gunyhó Adrián Toronyi, és harmadik helyezett Takács Bence Csepregi tanuló. Második évfolyamon szövegértésből első helyezett Horváth Regina Éva Büki, második helyezett Őri Orsolya Gencsapáti, és harmadik helyezett Ádám Júlia, a Szombathelyi Reményik iskola tanulója. Második évfolyamon szépírás nyelvtani résszel területen első helyezett Karcsics Kitti Büki, második helyezett Harkány Júlia a Kőszegi Bersek általános iskolából, és harmadik Géró Eszter Kőszegszerdahelyről. Harmadik évfolyamon matematikából első helyezett Csánics Erik a Kőszegi Balog iskolából, második Gyűrűs Bence Vasszécsenyből, és harmadik Spillenberg Márk Büki. Harmadik évfolyamon szövegértésből első helyezett Táplán Szentkeresztről Szalai Zsófia, második Kóbor Izabel Csepregi, és harmadik Szakács Vivien Gencsapáti tanuló. Harmadik évfolyamon szépírásból első helyezett Szafián Réka Gyöngyösfalui, második helyezett Petrovics Karolin Büki, és harmadik Zabnoémi Jáki kisdiák. Negyedik évfolyamon matematikából első helyezett Domnánics Márk Csepregről, második helyezett Lakotár Benedek Horváth Zsidányból, és harmadik Rozmán Kornél Bőből. Negyedik évfolyamon szövegértésből első helyezett Stix Erik Büki, második helyezett Léránt Laura Rábapatyi, és harmadik helyezett Mándli Viktória Vassurányi tanuló. És végül negyedik évfolyamon szépírás nyelvtani résszel első helyezett Borsics Anna a Szombathelyi Reményik iskolából, második Gyöngyösfaluból Hodics Veronika, és harmadik Hersics Rómeó Vasszécsenyből. Hát valóban nagyon sokféle iskolából jöttek a gyerekek, akik az első három között voltak. Ők kapnak valami fajta jutalmat, ajándékot? Így van, emléklappal jutalmaztuk már a gyerekeket, és uzsonnával egy kicsit megvendégeltük a verseny után őket, illetve eredményhirdetést külön nem tartunk, de minden iskolának elküldjük a kisdiákoknak az oklevelet, és apró ajándéktárgyakkal lehetőségeinkhez mérten jutalmazzuk őket. Már sokan várják Bükön, de érdeklődnek az ideérkező vendégek is a nyári kulturális programokról. Tóth Tamástól, a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtárvezetőjétől kértünk információt. Hát ahogy az előbb említetted, kialakult programstruktúra szerint ez a Szivárvány Gyermeknéptánc Fesztiválla, ami annyiban különbözik a tavalytól, hogy két elég jelentős népdal énekes, illetve népzenész csapat érkezik. Az egyik az 24-én este Bognár Szilvinek lesz egy, hát lehet azt mondani, egy kicsit exkluzívabb koncert az Etnoéval, hiszen nem a tavaly bemutatott lemezanyagát hozzák, hanem egy kicsit a Szilvinek a népdalos
mi voltját fogja ez a koncert bemutatni. És ez egy jó bevezető lesz a más napnak, hiszen úgy néz ki, hogy közel 14 gyermekcsapat érkezik hozzánk. Ugye ez a Szivárvány Fesztivál, tudni kell, hogy fesztiválnak van nevezve, ez igazából egy minősítő rendszer, régiós, megyei programja, amire ráraktunk egy elég nagy bemutatót, néptánc bemutatót, tehát amellett, hogy a kis néptáncos gyerekek zsűri előtt lépnek fel, mindemellett élvezhető és nagyon-nagyon értékes néptánc produkciót fognak előadni. Hát ezt a napot is, ahogy tavaly már megszokhattuk, koncerttel és táncházzal zárjuk. A koncertnek a lényege az, hogy újra jön Herczko Ági és a banda, ugye Nikola Parokval és a nagy csapattal, hogy a tavaly bemutatott Bandázon című lemeznek lesz a lemez bemutató koncertje, ami nem ugyanaz azzal a programmal, amit tavaly az Etnofon forgatagon bemutattunk, hiszen akkor a lemezén nem jött ki, akkor csak részeket lehetett belőle hallgatni, így viszont az egész lemez anyaga le fog menni. Majd követően mindenkit várunk táncházba. Majd májusban, és ez már egyben kapcsolódik a nyári programsorozathoz, hogy Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember érkezik, hát oda lehet azt mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés, tehát reméljük el tudunk férni a Művelődési Központ Színház termébe. És hát ővele búcsúzunk a tavaszi évattól, az olvasószemüvegbe, és rá két hétre egyben folytatódik a programsorozat, hiszen a pünkösdi hétvégére, bár nem hangos és nagy könyvzenei programokkal, hanem két másik stílust céloztunk meg. Az egyik ugye a színház, a szó és kép színpad fog érkezni, szóval Amerikán, a másik pedig hát lehet azt mondani, akkor a hagyomány beszélve ők, hiszen negyedik alkalommal szervezik meg a Kajon Cigány Zenekar nyárköszöntő koncertjét, és reméljük az idő is kegyes lesz hozzánk, és ezt is a tavalyi Csíkzenekar sikeréhez hasonlítva talán egy kicsit kinn az átriumban, hiszen egy teljesen más hangulata lesz a koncertnek. A nyári időszakban is kiemelt rendezvény volt az elmúlt években. Egyrészt az Etnofolk forgatag, másrészt a kézijaratás, ami óriási sikert aratott elsősorban a vendégek körében. Tehát akik még ilyenen nem vettek részt, azok fogadkoztak, hogy jönnek az idén is. Hát remélem, hogy így is lesz, hiszen tavaly nagyon jól sikerült a program, tehát a helyi erőket fel van mutatva a színpadon, és ugye az egyik küldő település Vitnyét, néptáncegyüttesét, hagyományőrző néptáncegyüttesét színpadra rakva, ők megalapozták a hangulatot. Az idén készülünk, és az idén egy kicsit színesebb programmal készülünk, tehát egy kicsit át is szerveztük az egész két napot, hiszen már egymásra épül. Tehát a fotóalbum kiadástól a szabadtéri kiállításig és a koncert néptánc bemutató és természetesen a legfőbb produkció a kézikaszás adató bemutató leszervezésig mindennel készülünk, hiszen 25. születésnapját ünnepli ez a rendezvény elem, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a július ugye az programokban nekünk nagyon erős. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon komoly programot fogunk színpadra állítani. Az Etnofol forgatag meg hát talán lehet azt mondani, hogy fölnőtt az arató ünnep mellé, hiszen már ugyanakkora érdeklődésre tart számot, mint a majdnem ugyanakkora érdeklődésre tart számot, mint az arató ünnep, hiszen az meg egy kicsit olyan, hogy mondjam, tehát zeneileg kuriózum lett. Tehát olyan zenéket állítunk a színpadra, amit talán csak a nagyon nagy fesztiválokon és a nagyon nagy budapesti rendezvényeken lehet így ilyen koncentrátumban látni. Lehet tudni már, hogy kik jönnek? Igen. Ugye tavaly írtunk erre egy pályázatot, amit lehet azt mondani, hogy az eddigiekhez képest kiemelt mértékben támogatott a Nemzeti Kulturális Alap. Középpontba, fókuszba állítottuk, talán ez a helyes kifejezés, fókuszba állítottuk a magyarországi horvátság zenéjét. Tehát amúgy is erős volt ez a balkáni vonal ezen a rendezvényen, ezen a koncertsorozaton. Most viszont szeretnénk adni egy olyan áttekintést, hogy Magyarországon élnek velünk horvát nemzetiségű emberek. Nem messze tőlünk Szentpéterfán, Undon, és még soha a horvát zsidányban.
Nagyon jó zenészekből, nagyon jó muzsikából, muzsikusokból összeállt tambura zenekarok, hagyományozó zenekarok vannak. Hát az idén is kettőt választottunk, egy megyeit, egy helyit és egy országos hírű nagy zenekart, ugye érkezik hozzánk a Vujčić zenekar, illetve a Koprive zenekar, ugye ennek az apropója, hogy éppen két napja mutatták be Húsvét hétfőn otthon Szentpéterfán a lemezüket, az új lemezüket, és hát, hogy összefűzzem itt a koncert és hangulat és a mulatságot, hát a következő nagy rendezvény, aminek már hát érezhetően, akit bejön itt nap, mint nap, szóba kerül már, tehát az a, nem mondjuk el legalább 80-szor az, hogy gyógybornapok, akkor egyszer se egy nap, folyik a szervezése, tehát a fellépők nagy része készen van, szerződés alatt és szerződtet vagyunk, hát mindig van változás, mert közben kiderül, hogy zenekarok máshova is el voltak kötelezve, és az időpontokat kell egyeztetni. Kik azok, akik már biztosan fellépnek? Hát a nagyokkal kezdem most nem hagyom a végére, tehát biztosan itt lesz a Queen Bee, itt lesz a Csík zenekar, itt lesz Szabó Balázs bandája, a Cimbali Band, a Magyar Vista, a Besodrom zenekar, Ocho Macho fog érkezni, itt lesz Ripoff Raskolnyikov, mindig beleöttörik a nyelven egy kicsit kimondani. Hát ő a Quimbyvel van nagyon jó viszonyban és nagyon jó kis zenét csinál. Aztán a Jazz Blues udvarba úgy néz ki, hogy sikerül felléptetni újra a Solid Jazz Bandet, aki tavaly ott volt és nagy sikerrel léptek fel. És most gondolkodok, mert aztán annyi mindent, tehát igazából Baja Béla érkezik egy gyerekkoncerttel, Bognár Szilvi érkezik szintén egy gyerekkoncerttel, Anima Sound System, aki érkezni fog hozzánk. Az idén is több színpad lesz felállítva? Idén is 4 színhelyen megyünk. Annyi változás van, hogy a fürdőterem terasz a szerdától péntek estig fog üzemelni. Nem a mai nap, hanem szóval úgy egyébként. Már nem. Mivel, hogy mesterszakást lettél. A másik helyen, viszont nem lesz nagy és kis színpad. Tehát két egyenrangú színpad lesz, pontosan váltásra. Tehát aki kilátogat a gyógybor napokra, az úgy nagyjából 5 óra fél 6-tól, a gyerekprogramoknál 4 órától fél 5-től már koncerteket, programokat fog látni. Az elmúlt években már valamivel több német rendszámú autó állt a büki szállodák és magánszállások udvarán, de meg sem közelíti a 10 évvel ezelőtti szintet. A német turisták Bükkre és a környékre csábításának egy új eszközét használhatja a következő években a büki TDM. Igen, a tendencia sajnos egész Magyarországra, hogy a német turistáknak száma jelentősen lecsökkent az utóbbi 10-15 évben. Mindenképpen a célunkad és a szolgáltatóink elvárása az, hogy a Bükkön eltöltött német vendégek szakák számát növeljük. Éppen ezért a Magyar Turizmus ZRT segítségével szeretnénk együttműködni Sárvárral az idei évtől kezdve egy 3 éves időszakon át, hogy a német vendéget sikerüljön ebbe a régióba visszacsábítani. Az elvárás az volt, hogy Bükk és Sárvár önkormányzata 10 000 euróval szálljon be ebbe az együttműködésbe, és így az MTZRT ezt kiegészíti 50 000 eurós támogatással, mert egy jelentős pénzösszeget tudunk beletenni ebbe az együttműködésbe, valamint további szolgáltatók bevonásával növelhető ez a keret. Ezáltal egy német partner tud minket képviselni, elsősorban marketing megjelenéseken keresztül, tehát vásárokon, média megjelenésekben, tehát újság, tévé és rádióhirdetésekben, de együtt összekapcsolódna ez egy honlapfejlesztéssel is, valamint a direkt értékesítéssel, az a német partner szervezne már buszos és repülős utakat is Sárvárra és Bükkfürdőre a Bécsi reptéren keresztül. Mikor alakul ki, hogy mik lesznek azok az attrakciók, amiket promotálni fog ez a projekt, illetve ezt közösen Sárvárral kell megbeszélni, hogy mi legyen az attrakció? Igen, tehát a téma maga az nyilván a termálfürdők lesznek Nyugat-Magyarországon, illetve ez a kettő fürdő konkrétan. A cél az, hogy a célcsoportokat kicsit elválasztjuk, tehát Sárvárt inkább, mint wellness fürdőt, Bükköt pedig inkább, mint gyógyfürdőt próbáljuk majd promotálni. Kik lesznek ebben a partnerek? Bükkfürdőről több szolgáltatót is sikerült megszereznünk ebbe az együttműködésbe. Ilyen a Bükki Gyógyfürdő ZRT, a Hotel Piroska, a Danubius Hotel, valamint a Lázár Dent, mint fogászat.
Szeretnénk, hogy egy teljes programcsomagot tudnánk ajánlani a német vendégek számára, és bízunk abban, hogy a Bükkfürdő újra ismertebb lesz, imázsát tudjuk erősíteni. A cél mindenképpen az, hogy egy 3 éves együttműködést folytassunk. Jelenleg a szerződés az 1 évre szól, de azt mindannyian tudjuk, hogy 1 év alatt nagy eredményeket nem lehet elérni, mindenképpen szükség van egy hosszabb időtávra. Az első év menne főleg az imázs erősítésre, hogy Bükk és Sárvár neve újra ismert legyen Németországban, míg a másik 2 év pedig a direkt értékesítést célozná meg. Nagylányokat Vizesvödör, kisebbeket Bábszínház és Játszóház várta a Bükki Művelődési Központ húsvét hétfői programján. A hideg szél és a kisebb hóesés miatt a programok nagy része bent, de a tojáskeresésre már kint került sor. Mivel várt a Bükki Művelődési Központ a gyerekeket húsvét hétfőn? Negyedszer rendeztük meg ezt a húsvéti vigadalmat. Akkor, hogy hagyomány lett, akkor az úgy néz ki, hogy hagyományá vált. Hát a szokásos háncsos fiúkkal, háncs néptánc együttes tagjaival, lányaival, az idén rendhagyó módon igaz, Piroska Hotelnél kezdtük, tehát egy kicsit a vendégeknál, ott egy nagyon jó kis kapcsolat, nagyon jó kis együttműködés alakult ki az elmúlt években a Piroska Hotellel, és most úgy gondoltuk, hogy sok-sok segítséget és a sok-sok ajánlást, amit adnak a vendégeiknek a mi rendezvényeinkre, azt hogy visszaháláltuk egy kicsit egy bemutatóval, és hát volt egy születésnapi performance, hogy kiderült, hogy az egyik szálloda vendég ma ünnepelt a születésnapját, ugye a fiúk meglepték egy régi szép népdallal, amit elénekeltek neki, meg hát megkínálták természetesen a hozott pálinkával. Hát bemutattuk a régi hagyományos locsolást, vízzel természetesen, viseletben, ahogy kellett a fiúkkal. Házigazdaként az idén én is megígértem nekik, hogy én is viseletben leszek, nem csak ilyen félig meddig, ahogy szoktam. Egy nagyon jó hangulatú kis előadás sikeredett belőle, idézőjelben téve az előadást. Fiúk ezt ugye küldetésnek tekintik, ugyanúgy, mint én, hogy ezeket a hagyományokat bemutassuk és életben tartsuk. Itt meg a hátam mögött, hát az időjárás megint megviccelt minket, de az előbb épp néztem, még havazott is egy picit, úgyhogy teljesen húsvéti hangulatban vagyunk, hogy Mikulás is itt lehetne venni lassan ebben az időben. De a lényeg az, hogy hát behoztuk a házba, hiszen azért pár órát a gyerekeknek kint lenni, Bábszínházat végülni, azért oda még egy kicsit hűvös van, úgyhogy kihasználtuk a színházterem adottságait és a ház adottságait és a kézműves foglalkozás, a Toma és csapata, és illetve Gyula barát pápáról, aki elhozta újra a fajátékait, itt elférnek és jól kiegészítette egymást a programban. Igazából a célja ennek az egésznek az idén is az volt, hogy hagyományt őrizni, egy kicsit bemutatni, egy kicsit összehívni és a családokat, legfőképpen a gyerekeket, hiszen ők a legfogékonyabbak, és az a jó, hogy megint csak azt vettük észre, hogy többen vannak, mint tavaly voltak, tehát jól éreztük magunkat, jól gondolták, akik eljöttek, hogy itt azért lesz egy kis program, egy magunk módján kis színes programot is sikerült össze fabrikálni itt a kollégákkal, és hát együtt ünnepeltük a húsvét hétfőt. Több idegen nyelvű vendéget is hallottam, gyerekeket, idősebbeket. Ez cél volt, hogy olyanok is benézzenek, akik nem bükiek? Hát egyértelmű, hogy majd minden programunk, legfőképpen ezekhez az úgynevezett régi sátras ünnepekhez kötődő programjaink, ezek természetesen azért vannak, hogy az itt élő, az ide látogató vendégek is bejöhessenek, és a nyelvű korlátokat áthágva, zenével, tánccal, mulatsággal, kézműveskedéssel, egy kicsit ők is jól érezzék, egy kicsit lássanak valamit Magyarországból, ami mondjuk lehet, hogy náluk nem így van, vagy nem így ünnepelik, hiszen elég jellegzetesek a szokásaink nekünk magyaroknak. Jó néven vették, és örültem, hogy eljöttek. Tehát ez viszont megint egy pozitív visszajelzés, hogy jól működik a hotelekben is az információ áramlás. Tehát mi is jól informáljuk a TDM-en keresztül, illetve közvetlen a szállodákat, a szállásadókat, illetve ők is látnak ebbe csúnya turisztikai kifejezéssel attrakciót, hogy eljöjjenek egy ilyen rendezvényre, hiszen valamikor nem a nagy a fontos, hanem az ünnep lényege, hogy bemutassuk, hogy mi ezt így ünnepeljük. Kedves nézőink, közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb a jövő héten jelentkezünk. Műsorunkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!